Egyszer egy pszichológus azt mondta nekem, hogy az emberi agy az ugyan evolúcionálisan kitalálva, hogy sokkal könnyebben észreveszi a negatív dolgokat. Ez egyfelől jó, mert segít a túlélésben, segít abban, hogy hatékonyan kezeljük a problémákat, ugyanakkor nagyon elhasználja az embert, hogyha mindig, mindig csak a negatív élményekre koncentrál. Ezért a tanév elején azt a jó tanácsot adom nektek, meg magamnak is, hogy minden nap próbáljatok legalább egy olyan dolgot, találni, amiért hálásak lehettek, ami jól sikerült, ami, ami, valakinek köszönhető, akár megmagyarázható, hogy kinek, akár valakinek odafent, vagy egyszerűen csak a véletlennek. És az is nagyon fontos szerintem még a hála mellett, hogy minden nap találjatok egy olyan dolgot, amit viszont ti csináltatok jól, ami, amiért megveregethetitek a saját vállalatokat. Lehet ez valami egészen kicsi apróság is, de higgyétek el, hogyha napi rutinnál teszitek azt, hogy a jó dolgokra is odafigyeltek, ami, mint mondtam, sokkal nehezebb feladat sokszor, hiszen nem erre van berendezkedve az agyunk, de hogyha tudatosan erre odafigyelsz, hogy minden nap találj valamit, ami jó, ez azért fontos, nem azért, hogy elhazud a valóságot, és úgy tegyél, mintha nem lennének problémák hanem azért, hogy megerősíts magadat, hogy picit ö, jobb szellemi mentális állapotban vágjál neki a hétköznapoknak, és ezáltal a problémákkal is hatékonyabban tudj megküzdeni. Mindenkinek jó tanévet kívánok, sziasztok!